Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Mi az ő terve? Hogyan tovább? Ezt megnézzük ennél az általános kivetésnél. Ez a kártya utal itt a gondolataira. Itt vitákról van szó, veszekedésekről, félreértésekről. Vagy a családjában, vagy a baráti körben, vagy a munkahelyen. Az is lehet, hogy ő megsértődött, és most visszahúzódó, vagy fordítva, hogy ő sértett meg téged, és ezen ő most töpreng, azon gondolkozik, hogyan tudná ezt rendezni. És mi áll a középpontban? Ez a virágcsokor. Az lehet, hogy ő bocsánatot kér, ha ő megbántott téged. Amit a virágcsokor még jelent, az a szépséged, a nőiességed, egy szép környezet, egy kreatív tevékenység, vagy azt is jelentheti ez a kártya, hogy ő közeledik hozzád, lesz egy meglepetés, egy meghívás, vagy egy ajándék. Ő ebbe az irányba tekint, és ez is a terveire utal, hogy mi vár rá, vagy rátok a közeljövőben. Ez a horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol le tud horgonyozni, vagy ahol le tudtok horgonyozni. És itt kinyílik egy ajtó. Ez lesz egy közeledés, ez jelenti a lehetőségeket. A horgony gyakran utal a munkára, a hivatásra is. Ez lehet egy nagyobb cég, vagy egy magán cég kiépítése. A torony azt is jelentheti, hogy vannak még korlátozások, hiszen benne van ebben a toronyban, és úgy hat ki rá, mintha ez egy labirintus lenne, keres egy kiutat, keres egy megoldást. Itt ez a medve jelentheti az ő élet erejét, hogy befekteti a munkába, vagy jelentheti a főnökét is. Ez a vita, ez a veszekedés esetleg a főnökével volt, és emiatt úgy fogva érzi magát, itt le tud ezzel a kulccsal zárni valamit, vagy kinyílik egy új ajtó, ez utalhat munkahelyi változásokra. Ami kettőtöket illet, itt kell a biztonság érzete, de ő fogva érzi magát, mert voltak nézeteltérések, de azért befekteti az erejét ebbe a helyzetbe, itt lesz egy kellemes meglepetés, és kopogtat az ajtódon. A hátam mögött a jövő látható, ami később fog történni, ezt is megtekintjük. Az utak jelenthetnek egy találkozást, amikor a sors utatok kereszteződik, és a nap megvilágít téged, láthatóvá tesz téged, hiszen ő látni akar téged. Itt lesz egy találkozás. Amikor döntésekről van szó, hiszen elérkezik az élet útján, ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogy milyen irányba tekintsen. A nap megvilágítja ezeket a témákat, tehát biztos a dolgában tudja, hogy melyik a jó irány számára. Ő saját maga fog döntéseket hozni, és itt látható a mozgás, közeledik hozzád. Ez a mozgás mindazt jelentheti, ami mozog. Sport, autó, kirándulás, utazások, változások, tehát ő útban van. A gyűrűnek két jelentősége van. Egyrészt utal arra, hogy keresi veled a kapcsolatot, visszatér hozzád, útban van hozzád, sőt, jelenthet eljegyzést is, aminek, amit
Még ez a gyűrű jelenthet, ezek a szerződések, és akkor kihat a munkájára, kihat a hivatására is. Kell a biztonság érzete, közeledik hozzád, kinyílik az ajtó, döntéseket hoz, látni akar téged, lesz mozgás, ő irányítja a dolgokat, és itt meg lesz a kapcsolat kettőtök között, sőt, vagy bocsánatot kér, vagy megajándékoz téged. És ez volt a szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!